A dunamenti svábok, azaz a Dónau-sváben elnevezés egy fogalom, melyet Robert Ziegler és Hermann Rüdiger geográfusok találtak ki 1923-ban. Idővel az elnevezés gyűjtőfogalommá alakult, mely minden a török uralom után a német területekről a Magyar Királyság területére bevándorló telepesre és azok leszármazottjaira vonatkozik. Az Ulmerschachtel vagy az Ulmi deregje egy lapos folyami hajó, amely a dunamenti svábok 18. századi kivándorlásának szimbólumává vált. Szerkezetük nagyon egyszerű volt, mivel a hajót csak egy irányba, a folyón lefelé használták. Amikor megérkezett a célállomásra, szétszették, és a fát további hasznosításra eladták, vagy ők maguk használták fel. Többféle étkezési szokás közül egyes sváb falvakban a hétfő és a péntek többnyire a bableves, míg a szerda a tésztás ételek napja volt. Kedden leginkább főzelékféle került az asztalra, ahogy csütörtökön is. A vasárnap az ünnepi hús vagy a csontleves napja volt, sok zöldséggel és változatos betétekkel. A kvircedli egy babapiskótához hasonló sváb sütemény. Lagzikban porcukorral meghintve kínálták, de egyébként borba borlevesbe mátogatva is nagyon finom. A macskapraci liszt és sütés nélkül készül. Ehhez a süteményhez régen egy nyomófát használtak. A süteményt ebbe a porcukorral meghintett nyomófába nyomkodták, majd kiütötték a sütőlemezre. Ennek a nyomófának a mintája egy cica talpára hasonlított, innen kapta a nevét. A tarkedli vagy csefánk eredetileg könnyű keltésztából készült a farsang alkalmával, majd egy alaposan kizsírozott tarkedli sütőben nyerte el aranybarna formáját. Karika be, karika ki. Az 1930-as évekig játszották ezt a népszokást, ami abból állt, hogy tavasszal a fiatalok elmentek a hegyre, ott tábortüzet raktak, majd a tűzbe fából lefűrészelt és középen kiukasztott darabokat tettek. Amikor a karika izzott, egy rúd vagy karó végét bedugták a lyukba és a fejük felett megpördítették. A karika elgurult lefelé a hegyoldalon, s közben azt kiabálták a fiatalok. Scheib ein, Scheib aus! A legény annak a lánynak a nevét kiáltotta, akinek a tiszteletére elhajította a tűzkarikát. Nagy csütörtök este a szertartáson a harangok Rómába mennek, és helyettük a kereplők szólnak, mondja a közismert szólás. A harangok csak nagy szombaton zúgnak fel ismét. Május fállítás. Május 1-jét megelőző napokban a férfiak már az erdőt járták, hogy kiszemeljék a nekik legjobban megfelelő mogyorófát, ami ilyenkor már zöldelt. Általában a kapufélfához kötötték, hogy az utcáról is láthassák. 4-5 méter magas volt, feldíszítve különböző színes papírokkal. A következő napokban az a lány volt a legbüszkébb, akinek a községben a legnagyobb fája volt. Magyarországi német falvakban karácsonykor sor került a betlehemi játék bemutatására. Iskoláskorú leányok és fiúk jártak házról házra, angyalnak, pásztornak, Máriának, Józsefnek és gazdának öltözve. Karácsonyfát vagy a betlehemi istáló kicsinyített mását vitték magukkal, amit a szobában az asztalra állítottak, és megfelelő szereposztásban előadták a játékot. Nagyobb részt énekelve, bizonyos szakaszait pedig prózában. A
sramli eredetileg tipikus bécsi szórakoztató népies zene. A repertoár népszerű keringőkből, indulókból, polkákból és népies dalokból áll. Tipikus hangszerei kezdetben a hegedű, gitár, klarinét, harmonika és a szólóének voltak. A 18. század folyamán betelepülő svábok jól alkalmazkodtak az új környezethez és kultúrához. Miközben megtartották a magukkal hozott német dialektusokat, több szavukat a magyar környezetből vették át. Például a gatya, a bunda, a lekvár és a kukorica szavaik az együttélés során kerültek a sváb nyelv használatba. A leírások és az elbeszélések alapján a svábok számára nélkülözhetetlen a 4 V. A víz, az erdő, a szőlő és a rét. Bár a szőlőtermesztéssel már az ókori rómaiak is foglalkoztak Pannóniában, a sváb telepesek új, hatékonyabb módszereket hoztak magukkal. Karózták a szőlőt, lugasokat alakítottak ki, máshogy metszettek, trágyázták a szőlőket és több menetben szüreteltek. Ennek hatására sokkal minőségibb szőlőt termesztettek, illetve poraik is színvonalasabbá váltak. Magyarországon a német a második legnagyobb nemzetiség a maga 190 ezer főjével. Jelenleg 381 német nemzetiségi önkormányzat működik a térképen jelölt térségekben. Fontos még megemlíteni Ritter Imrét, aki a német nemzetiség első parlamenti képviselője.